Tényleg ki lehet gyógyulni az allergiából? Szerencsére nekem már 33 éve sikerült bizonyítani. Tehát a medikpoliklinikán az allergiás betegek, ha összefogunk, akkor meggyógyulnak. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy az allergia gyógyíthatatlan. Ha mint diagnózist nézem, az lehet, de az allergiás beteg az meg tud gyógyulni. Tehát van egy hajlama, de meg kell nézni, hogy mi az, ami miatt egy ember allergiás, és miért van annyi allergiás. Az 1990-es évek elején a lakosságnak körülbelül a 10%-a volt allergiás, most 30. 50-re azt jósolják, hogy két ember lesz, aki allergiás, és aki az allergia várományosa. Tehát az, ami nekem nagyon nem tetszik, hogy egyre több mindent tudunk, és mégis a gyógyszergyári nagytőke miatt egyszerűen is a pénz nem engedi, hogy az allergiások gyógyulásával többet és kiterjedten foglalkozunk, tehát csak így sporadikusan. Tehát mi azóta tesszük, és azóta meggyógyulnak az allergiások. Most én azt gondolom, hogy talán azt nagyon fontos tudni, hogy miért alakul ki. Tehát ugye, hogy miért lesz valaki allergiás. Na most, és miért van ennyi allergiás, hogy miért nő az allergiás betegeknek a száma? Tehát ugye az egyik az életmódunk, hogy egyrészt rengeteg a idegeskedés, a distressz az életünkben, és ez nem csökken, hanem valahogy növekszik. Az életmódunk olyan, hogy kevesebbet nagyon sokan, bár most szerencsére divatba jött a mozgás, de hogy talán nem mozgunk eleget. Akkor aminek óriási szerepe van, és ez megállíthatatlan, az a mérhetetlen mennyiségű vegyszer, amit az ember előállított mesterségesen, és ami, hát ugye már műételek vannak, már az eper ízt is elő tudják állítani kémiai anyagokkal. De a különböző, nem csak tartósítószerek, ugye azzal indult, de mindenféle bekerül, és nem csak azért, hogy jobb íze legyen, hanem ugye az élelmiszerlánc révén. Tehát már eleve a gyomírtók, és ugye kiderült például a gliakáról, a glifozátról, hogy nem csak rákot kelt, meg meddőséget okoz, hanem szerepe van a reflux kialakulásában is. Na most ugye ez egy egész egyik másik, egyik jön a másikból, és akkor ha valakinek refluxa van, vénul a gyomorszfinktere, akkor a savgőzők följutnak a torokba, ott csinálnak egy tartós gyulladást, mikróbák jönnek, ha már megvan eleve az, hogy valaki distresszes életet él, akkor már ott kialakul egy krónikus gyulladás, az már terheli az immunrendszert. Na most a vegyszerek, ezt említettem az idegeskedést, sok idegeskedést, felgyorsult életünket, a vegyszereket, ugye, és akkor ugye nem csak a gyomírtószerek, hanem a gyógyszerek is. Hát gyógyszerrel, tehát ez is borzalmas, hogy meg lehet nézni, hogy idősebb korban micsoda listát szed valaki. Ugye szerencsére itt is érzek a fiataloknál egy tudatosodást, hogy mégsem talán ez a helyes út, de ugye itt is szerepe van a kémiának. Na, úgyhogy, és akkor utána, hogyha már mindezek legyengítik az immunrendszerünket, jönnek a mikróbák. Különböző gócok alakulnak ki, nem csak a fogak, hanem is a torok, amit az előbb említettem, hanem akár az epehólyag, a húgyhólyagban, bárhol a szervezetben, és ez pedig csinál egy energiablokkot. Úgyhogy és akkor már helyben vagyunk, mert ez ugye az allergia az immunrendszernek a betegsége. Tehát, hogyha az immunrendszer begyengül, akkor a falsúly fog működni, nem túl jól működik, azt mondták régebben, hogy még most is mondják, hogy jaj, az allergiásnak túl jól működik az immunrendszer. Nem, hanem falsul működik. Miért? Mert a természetes környezetünkre túlérzékenységi reakcióval válaszolunk. Tehát, és hogyha ezeket megszüntetjük, tehát megszüntetjük a szervezetben lévő gócot, akár vegyszerektől, meg metfozát is, ott is kizelhet most már a glialkát is ki tudjuk vezetni a szervezetből, akkor tehermentesül, és
föllélegzik, és utána ott van a parlagfű, és mégsem ad tüneteket. Tehát ezt már megtapasztaltuk hosszú évtizedek során, úgyhogy ezt hát nem messziről jöttem, és azt mondok, amit akarok, hanem itt vagyok helyben már 33 éves, sőt, mi több, ma holnap a diplomám már talán nehéz is kimondani, hogy ma holnap 50 éves lesz. Hát ehhez gratulálok. Ez nagyon egyszerűnek hangzik. Tehát ugye, hogyha jól értem, akkor igazából annyira lenne szükség, hogy az immunrendszerünk megfelelően működjön, mert akkor nem lennének allergiás tüneteink. Igen. És ma erre van módszerünk, ugye. Na most hát szemléletet kell váltani, most ebből a kémiai, hogy minden csak kémiával, a homeopátiát is, létét is és hatását is tudományosan igazolták nem egyszer, csak ugye a nagy tőke ezt nem, tehát igyekszik elkendőzni. Úgyhogy ezek nagyon fontos, hogy a szemléletes ne legyen. Tehát van, a virágban nem csak kémia működik, hanem a fizika is. Mindig azt mondják, hogy mert nincs hatóanyaga a homeopátiás szereknek. Most könyörgöm a napsütésnek, mi a hatóanyaga? És mégis ugye hatására D-vitamin keletkezik a szervezetünkben, és mégis hat. Na most, a nehézségi erő is hat ránk. Annak sincs hatóanyaga. Tehát azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk, hogy és tudjuk, tehát olyan szemlélettel nézzük a világot, hogy erre is figyelni kell. Na most, vizsgáló módszer fontos ahhoz, hogy ugye kiderítsük, hogy valaki, nem az az érdekes, hogy én mire vagyok érzékeny, hanem mi változott meg a szervezetemben. Hol történt valami, és hol alakult ki valami energiablokk? Mert ugye a következmény az lesz, amikor mondtam, hogy bócok lesznek a szervezetünkben, meg kémiai anyagok rakódnak le, akkor ez, hogy mondjam, egy energia áramlási zavart okoz, és ezt elektroakupunktúrával, homeopátia segítségével gyönyörűen föl lehet térképezni. Ezt teszem én már 32 éve, meg a kollégáim is. Ugye a polmódszerről már sokat beszéltünk, mi ezt MPK módszernek nevezzük, mert belekapcsoltuk ugye a nyugati medicinát is, tehát összekapcsolva a kémiát és a fizikát. Úgyhogy meg lehet állapítani, hogy hol van elváltozás a szervezetbe, és azt is, hogy azt mivel tudjuk szanálni. Na most nem biztos, hogy mindjárt homeopátiával, hanem lehet, hogy éppen egy mandula műtétet kell megejteni, vagy egy eper műtétet, ahhoz, hogy ugye gusztalanítsuk a szervezetet. Tehát ez mindig a terápia az egyénre kell szabni, attól függően, hogy mi találunk. Lehet, hogy kémiai gyógyszerre is szükség van, tehát ugye nem vagyunk gyógyszerellenesek, csak a nyakló nélküli gyógyszerszedés ellenesek. És akkor az a legjobb, hogyha csak homeopátiával finoman ki tudjuk a szervezetből tessékelni a mikróbákat, mert lehet. Nem csak a szúnyogok ijednek meg, ugye, meg a vakondok, ha megkapják a saját szekvenciájukat, hanem a különböző baktériumok, vírusok is, a herpes vírustól is meg lehet szabadulni ilyen formában. Újból össze lehet szedni, tehát hogyha valaki hajlamos és, hogy mondjam, a herpes vírus szereti, de azt tudni kell, hogy de meg is tudunk tőle szabadulni. Tehát azért nem szabad olyan kijelentéseket tenni, hogy az allergiás nem gyógyul meg, meg a herpesztől nem lehet megszabadulni, meg a kandida egyébként is ott van a szervezetünkben, ez mind csúsztatás. Természetesen két évente én mindenkit kérek, hogy egy újabb tisztítókúrát csináljunk, nincs mellékhatása a homeopátiás szereknek, mint a gyógyszereknek, és akkor fenn is tudjuk tartani ezt. A élő példa az én családom, jó magam, ugye én vagyok itt most már olyan a legöreg, és utána a lányaim is, és még az unokám is allergiás hajlamú, és mégsem vagyunk allergiásak, lekopogom, mert hát ugye kéznél van a megoldás, és gyorsan időről időre megtesszük, amit kell. Ez pedig ugye nagyon jó hír, főleg mert tehát, ahogy én is kezdtem, és ahogy doktornő is mondta, itt azért az allergia több millió embert érint, bár ugye most még nincs parlagfű szezon, de ugye a legtöbben a parlagfűre allergiások, és doktornő ezt is említette, hogy itt a parlagfű allergiától is meg lehetne szabadulni. Ugyanúgy. Na most csak egy érdekes, de ezt már talán itt a rádióban is elmondtam, tavaly előtt, hogy Ausztriában ugye kiszorították a parlagfüvet, hogy nagyon, nagyon helyesen,
hogy kümagot, meg kultúrnövényt magot osztottak gazdáknak. Tehát nem újból vett szerezni, ugye, hát már éppen az a baj, hogy azért van ennyi allergiás, mert a rengeteg vegyszer bekerül a szervezetünkbe. Tehát most például azért nem akarják átvenni is nagyon helyesen az ukrán gabonát, mert ott például nem tilos a dialka használata, és ugye akkor az a mi szervezetünkbe is bekerül, tehát nagyon fontos. Már visszatérve az osztrákokra, osztották a kultúrnövényeket, növénymagot, fűmagot, és kiszorították a parlagfűvet, tehát azért, ha valaki átmegy Ausztriába, parlagfűszerű idején mindjárt tünetes lesz, mert nincs parlagfű. Viszont talán a hegyekben meg még inkább. Viszont nem csökkent Ausztriába sem az allergiásoknak a száma. Mert hát ugye, ha aki eddig parlagfűre volt allergiás, az holnap akár a kutyaszőrbe is lehet. Mert az ő szervezete, tehát hogy mondjam, nem a környezetünk, az csak annyiban változott meg, hogy még jobban vegyszerezett, de a mi szervezetünkbe ment végbe egy változás, azt kell kideríteni, hogy mi. Tehát miért van az, hogy a mi szervezetünk a természetes környezetére túlérzékenységi reakcióval válaszol. És hát így lehet, hogyha föltérképezzük az energiablokkokat, azokat megszüntetjük, és utána már lehet, virágozhatott a parlagfű, meg akár most a pollenek is, a különböző fák, gyümölcsfák gyönyörű szép virágai, meg szórhatják a pollenüket, de nem leszünk rá allergiások, túlérzékenységi reakcióval nem válaszolunk rá. Viszont akkor gondolom, tehetünk is azért, hogy ne legyünk allergiásak. Ha igen, akkor hogy mit? Igen. Hát az a legfontosabb, ugye, hogy tudjuk, hogy ha túlhajszolt az életünk, pihennünk kell. Egyik. Akkor a kellő mozgás. Akkor a következő, hogy megnézzük, hogy hát nem olcsó, de még mindig olcsóbb, mint betegnek lenni. És ugye, hogyha a bioélelmiszert fogyasztani. Mert abban már eleve lehet, hogy valami bejut, a bioélelmiszerekbe is, de töredéke, mint a vegyszerezett földeken termelt élelmiszerek esetében, ugye vannak olyanok, amelyek földet se láttak. Hát tudom, hogy van olyan paradicsom, ami ezüstnitrátos, nem tudom, tápból fejlődik, és földet se látott. Na, tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, hogyha lehet, akkor bioélelmiszert fogyasztani. Na, úgyhogy, és rengeteg fajta bioélelmiszert lehet kapni, liszteket, édesítőszereket, nem természetességesen gondolok, nátszukor, stb. Tehát egyre több olyan élelmiszert látok, és ennek örülök, mert itt van egy tejfölt, joghurtot, tejet, tojást, azt. Na, szóval, tehát ez nagyon-nagyon fontos, ugye itt jön a szemléletváltás, hogyha ha én ezt keresem, akkor az ügyes kereskedő, akkor azt fogja kínálni. Tehát azért is alakult ez így ki, mert egyre inkább ezt keressük. Na most, aztán a következő, hogyha lehet, akkor minél kevesebb vegyszert használjunk, ugye a bőrünkre, a beszívni, a tiszta levegő, ugye nagy jelentőségű, és hát ha lehet, akkor minél kevesebb gyógyszer. Most, ha valakinek van egy genyes tüdőgyulladása, vagy egy hátragyulladása, akkor az a legtermészetesebb, hogy a megfelelő célzott antibiotikumot feltétlenül tegye be, tehát nem erről van szó, hogy akkor mostan szemellenzősen semmit, de hogy minél kevesebbet, tehát nem, mint régen, jaj, de jó valamit bekapni, és akkor hol algopirint, hol akármit, mindjárt terheltük a szervezetünket. Vagy például, ha lehet, akkor a tisztítószereinket is, a dezodorainkat is, tehát nézzük meg, hogyha lehet minél inkább természetes anyagokat. Amit itt most hallottam, hogy és ennek örülök, hogy gyógyszerészeknek is most újabban a gyógynövényeket is oktatják. Annó, mikor én jártam egyetemre, akkor a gyógynövényekről majd, hogy nem, alig nem is volt szó. De hát mindenféle természetes anyagot, ha lehet, akkor azt használjuk, meg azt alkalmazzuk, mert
most nem azért, mert a gyógyszergyári nagytőke ellen akarok a profitjuk ellen, hanem az egészségünkért. És ugye főleg ezt annak a tükrében is jó, hogy elmondta a doktornő, mert már azt látom, hogy egyre több gyerek is allergiás. Hát igen, mert ugye már eleve a hajlamot örökszik a szülőktől, és akkor utána jön minden. Tehát az élelmiszerrel, hát mondtam. Tehát azért mondom, hogy itt egy szemléletváltás kell. Az a nagyon jó, hogyha a lakosság, az emberek, a polgárok gondolják végig, hogy és lesznek tisztában azzal, hogy mire kell vigyázni. Aztán a következő, hogy az orvosoknál is kell egy szemléletváltás, hogy nem csak a gyógyítás nem egyenlő a kémiai gyógyszerrel, meg a szikével. Szükség van rá, tehát ha kell, akkor igenis ki kell venni azt a mandulát, hogyha már nem tudja ellátni, és a szervezetét is nem tudjuk megmenteni. Homeopátiával, vagy akár lokális kezeléssel nagyon sokat igyekeztünk, de van úgy, hogy nem megy, és akkor ki kell venni. Tehát itt a műtétek ellen sem beszélek, hanem ugye egyére kell szabni, hogy ki milyen stádiumban, meg hogy van, de a szemlélet az nagyon-nagyon fontos, hogy változzon, mert csak akkor lehet, hogy mondjam, eredményt elérni, és hogyha ha tisztában vagyok vele, hogy mi az, ami kiváltja, és azért is mondtam el, hogy mik azok az okok, amiknek következtében egyre nő, mert hát egyre több a vegyszer, ami a szervezetünkbe kerül, a mikrobák is megerősödnek, hogy most megerősítik őket, mert ugye itt a COVID esetében ugye nem tudjuk, mert az is fölmerült, de hogyha csak spontán nézzük, hogyha legyengül az immunrendszerünk, akkor ők arra várnak, hát mi tartjuk el őket, tehát ez a biológiai szükséglet. Olyan esetleg van, hogy valakinek allergiás tünetei vannak, de nem találnak a háttérben semmilyen betegséget, ami arra utalhatna, hogy mi váltja ki az allergiás tüneteket. Nem nincs. Tehát 33 év alatt olyan még nem volt, hogy mi teljesen negatív lesz az elektroakupunktúrás homeopátiás státusza, és mégis allergiás. Mindig megvan. Tehát ugye a fogaknak egyébként is az nagyon jó, hogy a fogászati gócskutatás folyik. Általában véve a felső légutak. Tehát ahol a leggyakoribb probléma van, az a felső légutak. Akkor utána a vastag bél. Tehát ugye az antibiotikummal tönkre is tettük a bélflóránkat. Most már kapkodhatjuk a probiotikumokat, de azért én azt látom, hogy minden allergiásnál a felső légutak és a vastagbél. A vastagbél az allergia szerve, mert ugye a legnagyobb felületen ott érintkezünk a külvilággal, tehát ugye az élelmiszerekkel, ez esetben az a külvilág. És aztán ugye, jó, most ezt a bélát átteresztő szindrómát is ugye most taglalják, igen, de itt ebben nagyon sok vegyszernek szerepe van, gyógyító szereknek, meg hasonlóknak. Van egy agrármérnök, aki, majdnem mondtam, hogy bácsi, de fiatalabb, mint én vagyok, és a Béres Józsi bácsi, ő a növények vizsgálta, ő pedig a keresztül, és hát kiderült, hogy igen, például ennek a glifozátnak, a vialkának szerepe van a bélátteresztő szindróma kialakulásával is. Na most van egy jó hírem, hogy ezt a Remedia meg is csinálta, mint nozódát, és ezt mi adjuk is. Tehát igyekszünk kivezetni a szervezetből. Tehát, hogy ettől a vegyszertől mentesíteni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy 2 évvel ezelőtt kevesebbet tudtunk, mint ma, és ha Jóisten megsegít, akkor 2 év múlva többet fogunk tudni. Ez nem én rám vonatkozik, vagy mi ránk, hanem hát az emberiségre. Csak oda kell rá figyelni. Hogyha valaki teljesen jól van, nincsenek tünetei, nem érez panaszokat, nem érzi magát betegnek, ugye nyilván az, hogy ne éljünk stresszesen, szerintem ez nagyon nehéz megvalósítani a mai világban. Aztán nyilván valaki azt is mondhatja, hogy neki nincs pénze bioélelmiszerekre, mert azok mindig drágábbak. Tehát vannak esetleg olyan homeopátiás szerek, amelyeket úgy nagy általánosságban is érdemes lenne szednünk annak érdekében, hogy mondjuk egy kicsit erősítsük, támogassuk vele az immunrendszerünk. Vannak olyanok, amiket például nem tudom, hogy mondhatom-e ezeket, ugye nem, ez inkább, mert mondjuk a limfomioszóta az egy több homeopátiás szerből
összeállított immunrendszer erősítő, vagy a kasvirág például, tehát az abból készített, az hogy mondjam, őstinktúrában, tehát alapanyagként is jó, nem pedig csak homeopátiásan, ezek tudják az immunrendszert erősíteni, de ettől azért nem fogad el. Tehát azt én nem tudom mondani, hogy ja, igen, szedés, akkor ettől meggyógyult. Még amit hozzá szeretnék tenni, hogy ami nagy, amit mindenkinek, tehát megint pénzes dolog, tudom, pénzt is kellene hozzáadnom, ha van valakinek egy kicsi lehetősége is, akkor tengerpart, a sós víz, sós levegő, napfény. Nekem ugye volt asztmás gyerekem, egy hét után egy hónapig tünetmentes volt. Tehát ha egy megoldható, akkor tengerpart. Ha három napra, ha egy hétre, de kitisztulnak a légutak meg a szervezete az mindenkinek, de az allergiásnál nagyon fontos. Úgyhogy hát mindenki, sőt, hallottam most Felvidéken egy olyan holtengerrel betekedő termálvízű kisvárost, ahol, tehát ott is sós a levegő, tehát ajánlják azt másoknak, színanáthásoknak, meg a bőrösöknek segítségképpen, de utána néznek, akkor tehát, hogy mondjam, biztos, hogy meg fogják találni. Doktornő, nagyon szépen köszönöm a hasznos információkat. Az elmúlt percekben dr. Kecskés Gabriella belgyógyásszal, klinikai homeopátiás szakorvossal, a Medi Poliklinika vezetőjével beszélgettünk. További szép napokat, jó egészséget kívánok, viszonthallásra! Viszonthallásra, én is nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és allergiamentességet!